Lizának a barbis táskájához pont illik ez a barbis, ilyen kis hát doboz, de ilyen kis, pont ma tehettem volna neki a kis nasit a kirándulásra, ilyenekbe. Nézzük a harmadik ilyen, milyen. Most vettem őket elő, ugye még a nyári primárkos beszerzésből. Most arra ment tökre egy csomó ilyen kis snackes dobozunk. Pepkóba szoktunk menni, és ilyen kis állatfigurások. Na hát, eddig bírták. Körülbelül hát azért, mikor vettük őket? Szerintem egy másfél-két éve már. Úgyhogy most akkor, jó, nyilván ez lányos, ezt mondjanak, nem adhatom ilyenbe. Meg hát magamnak is van egy. Na, szóval ilyen menő dobozok lesznek. Hát a tánc előttre szoktam küldeni nekik valami kis rákcsernyivalót, vagy egy almát. Most ezeket visszarakom. Jó, kiszedegettem, de visszatesszük őket szépen. Szóval almát szoktam csomagolni. Most például lehet egy kis epret is teszek nekik. Jó, hát most ilyen kaját nem, mert úgy értve, hogy ilyen főcételre nem használunk nyilván ilyeneket. Annyira azért ezek nem zárnak jól szerintem. De ilyen kis rákcsát, hogyha megyünk éppen bokrászunk valamerre, akkor egy ilyenbe simán bedobom. Igen, ezek azok, amik már úgy nem nagy, hát igen, nem nagyon bírek a mosogatógépet. Úgyhogy igen, most már ideje, időszerű volt a csere. Mutassam még, miket vettem elő ebből a primárkos rejtekhelyemből. Na, hát készüljetek, olyat fogtok látni, amit tőlem nem sokszor. De érdekes dolgok vannak itt, szóval nézzük. Na, melyikkel kezdjük? Hát kezdjük a beauty blenderekkel. Van egyszer nekem braccos. Ezzel szoktam egyébként a... most jelenleg nem használok ilyet. Elfogyott, és mindig a Laci-tól nyilvánokomra kapok olyan visi BB krémet. Igen, nem? Eltettem, nem CC, hanem a BB krém, ugye? Na, már idén nem, vagy igen, tavaly nem kaptam, mert a névnapomra pedig elfogyott. Micsoda? 50-60 pluszosok voltak. Aha, akkor már nem volt az a visi ideál, az volt a kedvencem, de és egyik már, tehát a többit nem bírom egyszerűen elviselni. Sem a színe nem tetszik, sem pedig az, hogy megfullad a bőröm alatta, pedig hát néha azért jó jön. Na, szóval akkor van hozzájuk ilyen, de a nappali krémet azt most a kezemmel viszem fel, de igazából ebből is fel lehet vinni. Úgyhogy majd ha lesz újra valamilyen BB krém, amit elviselek, akkor annak vettem ilyen, de ezt most el lehet tenni, elrakom itt a fiókba. És akkor van ennek Barbie változata is, ezt azért vettem meg, hát ezt nem bírtam ott hagyni. Hát ez milyen menő. Szóval van egy kis beauty blender itt fönt, és akkor ennek van tartója. Tehát, hogyha mondjuk elmész, mit tudom én, annyiszor megyünk nyaralni, igen, 4 évente járunk nyaralni, nem mindegy. Tehát el tudod vinni magaddal a kis barbis tartójába, de ezt csak azért vettem meg, mert barbis, meg azért, mert braccos. Igen. Jó, és akkor, na mi van, akkor már nézzük ezt a... Ezt is azért vettem meg, mert barbis. Mondjuk ezt szerintem majd adom nekik nyáron így festegetni, meg mit tudom én, járműveket szoktak ugye lemosni itt a teraszon, kis autóikat, meg a Hot Wheels pályákat, de nagyon jól néz ki ez is, úgyhogy ezt azért vettük a Lizával, ezt azért választottuk ki, úgyhogy ez ilyen kis pacsmagolós ecsetkészlet lesz, de akár ezzel mondjuk szerintem még festegetni is tud ezzel a kettővel. Na, mi van még itt? Ilyen kis érdekességeket találtam. Szemöldök csipesz, van... hát ez most én nem tudom hitten, ez nem mini egeres. Ez milyen?
Pedig ott a mini, hát akkor ez Niágeres, csak én nem tudom, felhőknek látom ezeket. Na mindegy, akkor Niágeres csipesz, tehát ez mondja, egy csipesz az mindig kell. Nem feltétlenül értitek szemöldökre. Például, amire nagyon jó még, az a körömmatricának a felragasztása. Van itt fiús is, van egy kicsit csillámos, de az a fekete, az a mikis, meg van itt egy minis. Ilyen kis csipeszek, ezek mindig kellenek. Van még egy nekem, ami már ténylegesen szemöldök csipesz, és ez ugye kis... Igen, Ali, mondjad. És akkor ez van egy kis lámpa, amiben gondolom, ki kell húzni egy kis pöcköt, és akkor nem kell beletenni elemet? Talán, igen. Ezt is elrakom a sminkes szekrényembe. Akkor van még itt, hát ez ugye nekem ez fogyóeszköz, ezek a kis körömreszelők, de hát barbis, úgyhogy azt hiszem, egy pár évre lesz körömreszelőm, vagy akár még a Lizának is. Jó lehet majd valamit reszelni. Tudjátok, mit reszeltünk velük? A karácsonyra a díszeket. Milyen por volt az? Karácsonyra, amikből a díszeket, hogy sütöttük ki őket, vagy szárítottuk. Szodabikarbonás és kemény. Tehát a szodabikarbonás karácsonyfa díszeket, ilyenekkel reszelgettük. Úgyhogy egy csomó reszelőm akkor ugye ment tönkre, úgyhogy most lesznek barbisok. És akkor utoljára hagytam ezeket az érdekes kis szájfény dolgokat. Hát ezt már látom, hogy működik a ha. Simán szerintem le kell csavarozni. Hát ez ilyen ajakbalzsam. Aha, úgy csak a tetejét le kell ott venni, és akkor... Jó, hát érdekes. Azért vettem, hogy nagyon érdekes dolgok voltak ezek. Hát én még ilyeneket nem láttam. De ennek például kóla íze is lesz? Vajon? Hát annak látnám amúgy értelmét, hogyha tényleg olyan kóla ízű is lenne. Hát pedig Pepsi Slip van. Na majd nyilatkozom. És akkor van egy 7-up-os, de milyen jól néz ki. És így kihasználod, utána majd lehet a Barbie-knak adni. Játszani, vagy LPS-ekkel is lehet itt a kis 7-up-pal itt játszogatni. Olyan vicces, ez a legjobb. Mindig nagyon jó, de 3 nagyon tetszik. Vagy 4, aha 4 van itt én Pepsi is. Pepsiből 2. Hát milyen cukik. Igen, ennek ilyen barna is, kólaszíne van, ennek kólaszíne van, ennek pedig sima fehér. Na majd valamelyiket majd kivontam aztán. Majd nyilatkozom, hogy milyenek. Jó étvágyat, Alex. Alex ilyen párizsi bundás húsi teszik krumplival, uborkával. Finom? Na, úgy látom, jó, oké. Nekem pedig... sajt galuskalevesen, Lacinak is az melegszik a hétvégi menünk, ugye, anyukámnak a menüjét. Hát esszük egy darabig, mert még fasírtot is rakott, meg már a másodiknál látszik, hogy a sült hús is van még, és akkor sólet lesz sült hússal a második nekünk, a Lacival. Jaj, de finom! Ízlik? Jól van, Ali. Egyél, babám, jó? Egyél. Íme a sólet füstölt hússal. Nem füstölt hús. Akkor nem füstölt hús. Főtt hús, igen, igazad van. Főtt hússal. Akkor sült hús. Mindegy, hús. Na, befutottak a játszótérre. Menjetek csak! Itt is egy csomó játék itt van hagyva, mint nálunk is szokás, mi is kivisszük majd ezeket a bébi járgányokat. Mi is kivisszük majd a játszóra azt a két bébi játékot. Nálunk is ez a szokás, hogy ami már nem kell, azt így ki a közösbe. Hú, mennyi minden van itt, te jó ég. Na?
már szállott föl? Ott jó, ott tök jó. Na, kicsit pihenőzzünk, mert nagyon fáradtó. Ez a garázsvásározás. Nem is az, hanem a kettő közötti távolság. Keresni a térképen, menni, kibeszállni velük, kikötni, bekötni őket. Ugye, apa? Elfáradtunk. Opp. Itt a cseresznyék. De csomó smobi van itt hagyva, azt néztük, hogy a kis ház, a másik is, az ott, az is smobi, ez is itt egy smobi, meg az a csúszta is, három csúsztát is kiraktak, nem semmi. Amikor még ők voltak ilyen picik, akiknek ezek ugye jók, ilyen egy-két évesek, akkor még ez nem volt így játszóterekben divat, és most... Mostanában kezdődött ez el, hogy mindenki ide kipakol, mindent a játszótereken állunk is. Körbenézünk. Nem smobi? Lehet, hogy ez nem az, de egy masszív van, ami még ott benn is vannak dolgok. Itt is vannak még mindenfélék. Ó, egy ilyen tűzhely és azt a mindenit. Kis homokozó, ebbe lehet vizet tenni nyáron. Liza motorozik. Megjött a nyuszinak a kifutója ide le, hogy ne kelljen ugye mindig a kutya kenelt. Ott a másik fele, szóval kettő kutya kenelünk van, de egy nem elég nagy neki, meg ennek lesz ilyen teteje. Tehát, hogy azért így is mindig, tehát csak akkor van kint, amikor mi is kint vagyunk az udvaron, mert ugye azért veszélyes, mert itt jöhetnek macskák, meg nagyobb madarak is, ugye felkapják ezeket a kis apró nyuszikat, úgyhogy... Nem tudom, csak pufit vettünk. Az O pluszról vettük, ugye? Az O plusz volt ott teltünk járom. És akkor van ajrész is, meg van felső, tehát ilyen ugye lefedő rész is, meg van flex is, természetesen. Flexet is kaptunk, most valahonnan onnan jön a flex hang. Ez gyönyörű. Na, úgyhogy kibontjuk gyorsban. Meg most volt itt a játékboltos, még frissen melegében. Ment ugye beszerzőkörútra, most is szombat délután van, és akkor hazafelé, nem messze, tehát ő Budaörsön lakik, és beugrott hozzánk, és mert előtte elküldte, hogy miket fog hozni. Ezek mind használt játékok. Ja, közben meg téged is veszlek, meg csak ide van ki, mert hogy itt most vettük egy 10 perc ment el, szóval ez, mindjárt megmutatom, csak közben ezt is nyitjuk. Csak ja, itt van, hogy itt mutatom, hogy nyitjuk, aztán itt néha a kamera itt elmegy, és azért vannak itt a játékok, mert most vettük meg tőle ezeket a dolgokat. Na, mekkora a kutatának képest? Ha? Nem? Hát a nyuszinak tökéletes. Na, vigyük le. Aztán kijön a nyuszika, és mert ma nem volt kint egész nap, itt készül a Laci, csinálja az idei első kovászos uborkát. Szóval ma nem voltunk itthon. Ó, megint őnek itt a nyuszinek a százszor szépek ide. Itt vannak a százszor szépek neki. Ott is van egy. Szóval ma garázsvásárokon voltunk, itt Érden is elmentünk egy pár helyszínre, meg 18. kerület
Pesszent Imrén, készült róla a vlog, vagy holnap is, ma is készült, ma is ott voltunk szinte egész nap, és holnap is ott leszünk, mert vasárnap is lesz, holnap pedig, holnap hol lesz? Ma volt Pesszent Imrén, holnap Pesszent Lőrinc? Nem vagyok ismerősek arra, az a baj. Ja, csak közben megnézzük itt a pünkösdi rózsát is. Szóval ezek is most már itt kinyílnak az anót is teljes pompájában, Lili. Most gyönyörű itt tavasszal a kert. És csodaszép. Gyönyörűek. Úgyhogy összerakjuk. És akkor egy kicsit a nyuszika is kijöhet ide a levegőre. Igen, azt kezdtem mondani, hogy nem voltunk most itthon, ugye? Úgyhogy ilyenkor ugye mindig bezárjuk, hogy ne valami baj legyen. Bár inkább ő zavarja. Ugye Liza, ő zavarja a cicákat, nem a cicák őt, de mindegy, jobb a biztonság, úgyhogy most be volt ugye a kis dobozába zárva. Az a kapu. Azt nézem, hogy mi az, én is azt nézem. Igen. Márosdás, ja. Akkor ez milyen lesz? Ez kültéri ketrec pedig. Na, Lili. Jól van. Na, összeállt a kör. Igen. Mi újság? Mondjad a dolgokat. Nem is olyan pici. Amúgy most egy összeállítva, tök jó. Hát a négyes kutyakenelnél nagyobb, ugye? Mert hogy területre nagyobb, és itt van neki a... Ott van a virág, annak nagyon fog örülni. És akkor van hozzá védőháló. Ami ugye azért az egyik fel napellenzős, hát mondjuk most már csak ott süt a nap, de itt az árnyékban lesz, mert itt van neki a finomság. Egyik fele az ugyan a napellenzős, a másik pedig ugye a védőháló, hogy nehogy valami rossz arcok megtámadják szegénykémet, de akkor sem lehet. Tehát, hogy ha elmegyünk itt, hogy mit tudom én, nem tudjuk figyelni itt hátul, akkor sosem engedjük ki őt ide. Már jön is. Már jön is. És csinálsz neki megint ilyen kis ólat? Mi lett az a kis kartonól? Nem sok helyre szabadni el, mert az olyan kisebb, mint ez a kisebb volt. Akkor a hordozót itt hagyod. Na, hello! Na, Mizu, képzeld itt az új ketrec. És most ki tudsz jönni, füvecskét enni. Na, nyuszika, hello! Már el is kezdett legelni. Mikor talán meg a virágokat? És mindig egy visszük odébi zónáról zónára. Van neki széna. Ugye, Lili? De vigyázz a nyuszikára, jó? Nehogy valami cica itt rároncson, és akkor itt a tetőt rá lehet tenni. Majd nagyon okos itt a nap. Most nem kell. Egyik fele az védőháló, a másik az meg a napellenző. Tök jó amúgy. Nem olyan tétőzárral kell újra simogatni. Eszegessél. Na, visszatértem ide. Szóval... Mutatom először az LPS-eket, ugye egy csomót már elküldött, hogy ez most benn van neki az üzletben, úgyhogy ebből kiragadtuk, amik úgy tetszenek nekünk. Ez olyan cuki, ez a kis perzsa nyuszi. Igaz, hogy meg ez a süni munéres. És akkor most pedig ugye egy nagy dobozból a Liza kiválogatta azt, amit még nincsenek meg neki. Ez az alkotag elő, ezt visszarakjuk ide, köszönjük. Úgyhogy, ami a legcukibb szerintem az a tacsi. És van még egy... Ott egy lila... Ja, itt van egy lila tacsi. Hát ezek nagyon édesek. És ami még különlegesebb, az például, akinek a szeme ilyen csillogós. Hát a flexér bocsi, ezzel nem tudok mit kezdeni. Jaj, Liza!
hozott a madárkáknak még. Jaj, Liza, kicsit vidd közelebb, jó? Le ne essél, mert fűre esik. Vidd közelebb, úgyni. Jó. De hova viszed? Ja, jó, értem. Madárkák ott azt betalálták. Na, és ami a legcukibb szerintem, ez az jó orrszarvú. Önmagában az, hogy orrszarvú, tök aranyos, de hogy ez még ilyen csillogós is, meg ilyen díszes is. Ez nagyon aranyos. Ez is ezzel a kis masnival, ez a cica, milyen cuki. Tehén is. Mindig nagyon aranyos, annyira cukik ezek a játékok. Ez a kis hernyó, nagyon édes. Akkor ez is tök szép. Kutyus. Ez meg van, amit van, ahogyan táncol. Ez valami újabb LPS, elemes, és ez még itt táncol is. Csacsi. Ez is nagyon cuki. Na jó, szóval bővült itt az LPS gyűjteménye Lizának. Ez is milyen arány. Mindannyira cuki ez a nyuszi ezekkel a csíkos fülekkel. Még egy kukac. Nagyon aranyosak. Ez a kutya is olyan szép. És fülecski. Hát fele más a füle most látom, ilyen ari. Ezeket választotta ki. Ezeket meg én választottam nekik. Majd a marhára zavar ez a flex. De nem is flexelhetne, mert délig lehet egyébként hétvégén ilyen zajos tevékenységet. Csak nem véletlenül, hát ugye az ember pihenne. Na mindegy, ezt már megszoktuk itt. Már itt mindig ez van, ahogyan a jó idő, itt állandóan flexelnek. No, és akkor ezt már így gyereknapra, így közös, igen, Hurka? Közös ajándékuk lesz. Hát ugye most nyilván látták meg, amikor küldte nekem, tehát mindenféléről küld, hogy mik fognak majd érkezni hozzá a boltba, és ezt akkor már ugye ajánlotta nekünk, és akkor meg is mutattam a Lizának, hogy ez tetszik-e. Szóval itt van egy iskola, ezek duplóméretűek egyébként, és minőségre is az Unico Plus azt mondta, hogy ez nagyon-nagyon jó minőség. Szóval volt valami olyan hát dupló utánzat, ha így lehet mondani, de tulajdonképpen nem az, mert ez egy különálló ilyen építőjáték, viszont kompatibilis a duplóval, nem is tudom, szerintem rá is van valahova írva, de kompatibb, tehát tudjuk használni a meglévő ilyen kis vegyes duplóinkkal, és egyébként azokat is használtan vettük el itt, talán Diósdon egy családtól még, vagy 5 éve, nem tudom, már 1000 millió éve, szóval ilyen vegyes kis csomagok voltak, és akkor abban elhoztunk, mint 3-4 csomag, ilyen pakkot, ilyen tök ömlesztett vegyesen, szóval fogják tudni használni ezekkel az épületekkel. Még ilyen, mutatom, hogy milyenek vannak. De ami nekem megtetszett, hogy ugye, nem tudom, hogy ők kicsodák, valószínűleg a Sylvanian Families, ilyen kis állatok vannak hozzá, dupla méretű az egész, és akkor ugye ebben már nem fogok már segíteni nekik, hanem ők fogják ezt szépen ügyesen így házikóvá, ez egyébként egy iskola, azzal így összeépíteni. Itt ebben van a nyuszika, báránykutyus, meg a maci. És hát itt mindenféle van, mindenféle házak. Nem tudom, hogy lehet, egy-kettőt még lehet most kapni, ez például tök tetszik, ez nagyon szép ez a téli. Ez is milyen helyes, nagyon-nagyon aranyosak. Na, és akkor ez az iskola szerintem most, ugye? Nem ez az iskola? Lehet, hogy nem ez. Nem, ez nem az iskola. Olyan cukik. Ezért mutatom meg nektek, hogy néhányat még találtam, most tudom, hogy játék, ne te, hogy írjátok be ezt a Maximilian Families, és akkor Unico Plus. Így találtok rá egy pár ilyen kis házikót, még ezt még biztosan láttam, ezt a pici szettet. Nagyon aranyosak. Na, és akkor az iskola. Akkor van egy ilyen vonatos, hát mondom, ez Alex, ezért odaig lesz a vonatosért. És ugye nekünk, ugye gondolkodtam, hogy most egy dupla méretű valami kellene még nekünk, és bizony, hogy Alex nem fogja tudni ezeket a pici, apró Lego méretűeket megfogni, szóval ő neki valószínűleg a dupló lesz mindig is jó. Igazából ezért, mert hát ugye iskola. Szóval meg ezekkel lehet játszani, tehát olyan cukik szerintem, hogy abszolút játszható méretű dolgok. És ugye
utána meg összerakod, berakod a dobot, mert bár elég nagy a doboz, szóval nem tudom, hogy hol fogjuk ezt elrakni, de majd megoldjuk. Na, szóval igen, ehhez megvan macika, nyuszika és egy ilyen pici maci. Nagyon aranyos, és akkor van még egy ilyen játszótér. Egy ilyen kis, hát mint otthon, ilyen kis a szomszédnak van ott pont, nem látszik most a tujánktól, de egy ilyen, tudjátok, egy ilyen csúszdás kis házikós történet, és még hinta is van itt alul, meg hát igen, ez egy ilyen kis játszótér. És akkor ez pedig egy ilyen kutyacsalád. Gondolkodtam rajta, hogy most értitek, tehát azért már a Liza is már 5 éve, tehát már lassan 6 éves lesz, ugye szeptemberben 6 éves lesz már, de igazából ugye Alexszel így szerintem a dupló sokáig jó, tehát hogy úgyis ők építik össze, tehát szerintem még simán, még bőven játszanak ilyenekkel, annyira tök jó, és így közösen, ugye hárman közösen tudnak majd játszani, ez tetszett benne nagyon nekem. Most nem bontom ki, de majd fogunk velük játszani. Itt van ilyen szélmalom, egész ilyen mi ez? Village. Falu, egész ilyen kis falu van. Ezekben nagyon jók. Annyira cukik. Úgyhogy ezeket hoztam most itt nekünk a játékboltos, aki ez. Tudjátok, a Máté játékboltba szoktunk járni be a 11 kertbe. Hát, de mondom, tök jó, nagyon aranyos, hogy nekünk szól elsőnek, hogy az LPS-ek. Tehát vannak neki különböző ugye ilyen régebbi vásárlói, akiknek szól, hogyha jön, mit tudom én, most ilyen Playmobil várakat hozott kettőt, meg Fababa házat hozott, mutatta, hogy az októban, hogy mik jönnek most így frissével jövő hétre, ugye viszi majd be a boltba, meg Pókember, meg hú, ki az a Yeti? Nem tudom, jégvarázsos szedenánk, a jégvarázs az egyáltalán nem. Teljesen érdektelen a Liza, úgyhogy bár látták a filmeket, de egyáltalán nem jégvarázsosak, úgyhogy az nem érdekes, akkor az LPS-ek, Barbie-k szoktak, rengeteg jönni, Sylvanian Families, ugye azt szoktuk még tőle venni, úgyhogy hát ez most nem, Dupló van neki, rengeteg, Playmobil van rengeteg, akkor a Legók, azok a Lego Friends, mindenféle Lego, hát mutattam már nektek, ugye a körbe szoktam mutatni, amikor bemegyünk a játékboltba, azt akartam mondani, hogy az annyira nem jó, hogyha bemegyünk ugye az üzletbe. Egyrészt ugye hát messzebb van tőlünk, másrészt a parkolás is, meg igazából ott aztán mindent össze, tehát annyi minden van ott, hogy egyszerűen képtelenség még egy óra alatt is körbenézni, mert tényleg minden, tehát hogy egymás hegyén hátán a Legók, a Duplók, a Playmobilok, a mancsajárat, a tűzoltószáma, tehát minden, ami a mai divat, az neki minden van. És ugye mondtam a Lacinak, hogy hidd el, jobban járunk, hogyha tényleg így frissen melegébe beáll ide elénk az autóval, és akkor amiket nekünk ajánl, azokat megnézzük, mint sem az, hogyha bemegyünk, és akkor ott aztán a bár a gyerekeink nem olyanok, tehát a Noé is múltkor ott volt rengeteg nagy Playmobil iskola, meg várak, meg katonák, meg minden, és akkor egy darab ilyen kis robot, olyan robot, ami nem a nem Transformers, de olyasmi volt, ami egy autóvá átalakított. Na, azt nézte ki magának, és sajnos az valahogy nem lehetett összecsukni autóval, tehát valami avval eltört, vagy nem tudjuk, hogy mi történt, de még ő se tudta a játékot sem összerakni, szóval érted, hogy megszakadt a szíve, hogy na most azt az egy dolgot néztük ki, aztán végül is egy Batman autó és egy Batman figura arra esett a választás, hogy olyanak, vagy akkor mentünk a Sylvanian Familiesért. Tehát azért mondtam, hogy jobb az, hogyha konkrétan ugye kiválasztjuk, hogy mit szeretnék, vagy mit kapnak majd ugye gyereknapra most, meg ugye olyanak még volt a névnapja, úgyhogy még a mamáiktól ugye mama mondta, hogy válasszunk neki valamit. Ugye gyereknapra ezt fogják majd itt kapni, közösen ugye a mamáiktól meg ugye tőlünk, úgyhogy jobb az, hogyha konkrétan megmondjuk, hogy mit szeretnénk, és akkor azt ugye elhozzá, mint sem bemegyünk egy játékboltba, és ott aztán mindent összeválogatunk. Tudhatnak, hogy ez így szerintem sokkal jobban járunk így. Na, szóval akkor nézzenek, hogy egy kis LPS-ét ugye be. Nem tudom, mikor, ma már szerintem nem fogja őket elmosni, de ezeket ugye, hát most ezek gyönyörű szép állapotok, szóval hibátlanok, szerintem nem is, csomóval nem is játszottak, csak ugye sokan gyűjtik őket. Úgyhogy
mit kirakják csak a polcokra, úgy értem. Úgyhogy, de mindig ezeket mindig utána, hogy, hogy megjön, el szoktuk ugye mosni egy pár nap múlva, majd elmosogatja. Ma már nem, mert nagyon annyira elfáradtunk itt a garázs vásárosdiban, hogy ma már erre biztosan nem lesz idő.